Matiné közreműködése terelte a Habsburg udvar és a korabeli arisztokrácia figyelmét kalotaszegné művészetére. Komoly tanulmányokat írt a kalotaszegi varrottasokról, és eljuttatta a kézimunkákat a korszak fontos kiállításaira, vásáraira is. Férje fafaragó hagyományok felélesztését szorgalmazta. Nagyvárad Kolozsvár főutcai átkörösfőt, Kalotaszeg egyik legmódosabb települését. Az út mentén hímzéseket és fafaragásokat árusító standjairól ismert falunak festői szépségű templomát az 1600-as török-tatár dúlás után építették fel újra. Legrégebbi mennyezet díszei a 17. századból Gyalui Asztalos János mester művei. A karzat és a mennyezet díszek zöme a 18. század második feléből Umlig Lőrinc és fiának munkája. Ide látogató érdeklődő. Megismerni Istent, és rádöbbenni arra, hogy ma élő tanítványai vagyunk a feltámadott Krisztusnak. Rádöbbenni arra, hogy a mi Urunk Krisztus, aki halála előtt mondta el ezt az imádságot, értünk imádkozik, sőt, egyes szám első szemében hadd mondjam, és mondjuk valamennyien, értem, imádkozik. A Magyar Gyermek Monostori népviselet az egész kalotaszegi népviseletek közt szerintem a legmértéktartóbb, látványos, de nem cifra. Ez tulajdonképpen egy jelrendszer is, amely sokat elárul a viselőjéről. Így meg lehet különböztetni a téli és a nyári öltözetet, bizonyos öltözet darabokat, amit csak nyáron hordanak, és másokat télen. Például nyáron a felső rész az egy ingszerű, valami ingnek is hívják, télen pedig egy ködmönszerű, úgy hívják, hogy bujka. Az ingen több típusú mellinc hordanak, ezek között itt látható a váll és a merevaló. A merevaló azt nem kell befűzni, a vállat azt befűzik, és az bársonyból készül és gyöngyösebb. A merevaló az egy ilyen bőr munka, és ki van hímezve a háta. A lányok fején természetesen párta van, nagy ünnepeken, de lehet kendő is. Férhez mennek a befont hajat, konyba tekerik a fejükre, azt jelenti, hogy ugye az már családos fészkén ül, és arra pedig jön a kendő. A fiatalabb menyeskék homlokán még van egy kicsi díszes tartozik ez a homlokcsipke, és az idősebbek már azt is elhagyják. A kalotaszegi viselet egyik legszembetűnőbb, legszebb darabja a hajadon lányok gyöngyös pártája. A nagy templomi ünnepekre ma is hordott pártát a konfirmációkor kapják meg a lányok. Szüleik sokszor már leányuk kisdet korában megrendelik a pártakészítőknél a pártát, hogy biztosan elkészüljön a konfirmációra. Napjainkra alig él már 2-3 pártakészítő asszony Kalotaszegen. A leghíresebb pártakészítő központ a Bánfinyad és Körösfő között fekvő Sárvásár, ahol Péntek Erzsébet még jelenleg is foglalkozik a pártakészítéssel. A gyöngyök beszerzése sokszor állította nehéz feladat elé a pártakészítőket a romániai gazdaság válságos éveiben. A
kalotaszegi viselet értéke nem a színek tarkaságában, nem a gyöngyök csillogásában, hanem tudatot formáló, népet megtartó ősi erejében van. Abban az erőben, amely évszázadok óta szembe tudott szállni az idővel, a háborúkkal, a pusztulással. Hiszen török tatár pusztította a népet, szabadságharcok lángjai üszkösítették falvait, lánctalpak dübörgése alatt rengett földje. És ma még ringnak a szoknyák, libbennek a szalagok, csillognak a párták, állnak a villogó fehér templomok, karcsú tornyukkal, büszkén tekintve az égre. És a lombos, virágos temetők ma még az örök életet hirdetik.